Árkosi Árpád rendezőt a Gyulai Vár melletti tó adottságai, a környék ihlette meg, hogy az irodalmi Nobel-díjas regény adaptációját színpadra vigye. A vízpart adott volt ugyan, de a helyi szokásokhoz, körülményekhez igazodni kellett. És nyilván az sem egyszerű, hogy ez egy mozgalmas turista központ, és itt a tó körül állandó mozgás van, még azt is tulajdonképpen tudomásul kellett venni, hogy itt nem áll meg az élet, és nekünk készülni kell egy olyan csöndes periódusra, amikor nincsen ez a külső hangzás és zajgás. Tehát nem, így mondom, hogy nem volt egyszerű, de én ezt úgy fogom föl, hogy egy olyan kaland, egy olyan kísérlet ezzel a művel, amely ezt a megpróbáltatást hordozza. Santiago az öreg halász küzdelmes szerepére a nagykanizsai színművészt, Bicskei Istvánt többszöri találkozás után kérte fel a rendező. És abban a pillanatban nekem eszembe jutott, hogy hogy az egész életem ilyen küzdelmes volt tulajdonképpen, mint az öreg halászé, a Santiagoé, és természetesen igent mondtam rá, és mivel már úgy érzem, hogy már lecsengtem így Debrecenben is, tehát a következő évadban nem hiszem, hogy lesz bármilyen feladatom. Meg van két Lear király, amiben Gloucestert játszom, és akkor azt hiszem, hogy ezzel vége. És erre a szerepre úgy tekintek, és a történetre úgy tekintek, mint egy hattyúdalra. Hogy ezután már legalábbis most úgy gondolom, hogy nem lépek színpadra. A szerep igazi jutalomjáték a színművész számára, hiszen majdnem egyedül tölti meg tartalommal az egyedi elgondolású színdarabot, melyet, bízunk benne, kőszínházi adaptációban is viszont láthatunk majd.